Sziasztok, Zsuzsi vagyok. Ez itt a Tudományos Manifestáció, és én segíteni fogok megteremteni álmaid életét a tudomány segítségével. Ha szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson ez az információ, kérlek iratkozz fel a csatornára, itt lent, valamint nyomj egy tetsziket is erre a videóra, így a YouTube algoritmusa több embernek mutatja majd meg ezt a videót. A videó leírásában lévő linken keresztül tudod támogatni a csatorna fejlődését, minden adományozóért meditálni fogok. Szintén itt találod a webshopomhoz való linket, ahol önfejlesztő anyagokat vásárolhatsz meg. Szeretettel várlak konzultációra, ha úgy érzed elakadtál, vagy segítségre van szükséged, hogy megszabadulj a hátráltató programoktól, és hogy közösen dolgozva megvalósítsuk a vágyaidat. Köszönöm, hogy a nézőm vagy. Sziasztok! A legutóbbi videómat követően szeretnék beszélni nektek egy termékről. Ez az első olyan alkalom lesz, amikor ajánlani fogok nektek egy terméket. Az előző videómban, ha esetleg nem láttad, akkor kérlek nézd meg azt is, mert összefügg a két videó. Belinkelem majd a videó leírásába. Tehát amiről szeretnék most nektek beszélni, az a szívkoherencia mérő. Ezt a HeartMath intézet fejlesztette ki. A maga a kütyűnek a neve az, hogy Inner Balance, tehát belső balance egyensúly. És ennek a kütyűnek a lényege, hogy láthatóvá teszi, bizonyítja mindazt, amiről én itt most beszélek. Tehát magát, a szív koherenciát tudod vele csekkolni, megtanít rá használni. Ez egy 30 éves kutatásokból megszületett termék. Ugye a HeartMath intézet, aki elkezdett foglalkozni ezzel a szívkoherenciával, és van is magyarul kiadva egy remek könyvük is, az a cím, hogy a szív intelligenciája, és a Bioenergetic kiadónál tudjátok megvásárolni magyarul, ezt is belinkelem majd a videó leírásába, és ebben a könyvben benne van a HeartMath története, a kezdetektől kezdve az összes kutatási eredményük tele van referenciákkal, tehát ez egy tudományos könyv, abszolút tudományos, nem a nyelvezetére gondolok, tehát nem azt jelenti, hogy egy átlagos olvasó nem fogja érteni, arra gondolok, hogy ez 100% tudomány. Tehát ezt a kütyüt is, meg ezt a könyvet is azoknak javaslom különösen, akik szkeptikusok, akik kritikusok, akik a videóim alatt azt kommentálják, hogy ez egy baromság, hogy én nem vagyok normális, hülyeségeket beszélek. Tehát minden, amiről én beszélek, az erre épül. Erre a tudományos könyvre nagyrészt, amikor én azt mondom, hogy a pozitív érzésekkel meg tudod változtatni az életedet, amikor azt mondom, hogy pozitív érzésekkel meg tudod gyógyítani magad, akár rákból, akár bármiből, amikor azt mondom, hogy a pozitív érzésekkel bármit elérhetsz, bármit manifestálhatsz, bármire képes vagy, akkor én erre hivatkozok. Oké? Okay? Tehát ez egy tudományos könyv, maga ez a kütyű is ugye a szívritmussal kapcsolatos dolgot mér, nem pont a szívritmust. Magyarul nem tudom most mi a neve, de az a lényeg, hogy ha úgy gondolod, hogy a manifestáció egy baromság, akkor járj utána ennek. Oké? Okay? Az a lényeg, hogy kinek ajánlott ez a termék, bárkinek egyébként, azoknak, akik nem hisznek ebbe az egészbe, akik szerint ugye a manifestáció baromság, nem működik, stb. Stb. Azoknak, akik depresszióval, szorongással küzdenek, mert bizonyítottan csökkenti a depressziót és a szorongást. Nem maga a kütyű, ezzel csak megtanulod használni ugye a szívkoherenciát. Azoknak, akik mondjuk alvászavarokkal küzdenek, fáradékonysággal küzdenek, mert bizonyítottan javítja az alvást, ki fogok térni rá, hogy miért, biológiailag. Azoknak is javaslom, akik szeretnének profin manifestálni, vagy akik egészségügyi problémával küzdenek, mert serkenti a gyógyulást is, és erről is fogok mindjárt beszélni. Viszont többen kérdeztétek az előző videó alatt, hogy mi az a szívkoherencia, és egyrészt már van egy régebbi videóm róla, lehet, hogy a két videóban nem egyformán fog beszélni
a dolgokról, tehát lehet, hogy abban valami benne volt, ami most nem lesz itt, már az már elég régi videó, minden esetre belinkelem, tehát mindenképpen azt is érdemes megnézni. De kezdjük az elején. Tehát mi a szívkoherencia? Onnan indulunk, hogy az átlagos ember a napján, egy átlagos napján folyamatosan stresszel. Folyamatosan stresszelünk. Ez a társadalom és a gyerekkorból hozott negatív hiedelmek, negatív tudatalatti programok következménye, és mi történik biológiailag, amikor stresszesek vagyunk, a szervezetünk veszélyt érzékel, bekapcsol a menekülj vagy harcolj reflexünk. Ez beindít egy csomó kémiai és fiziológiai változást a testben. Tehát a kortizol és adrenalin termelés beindul, hogy segítsen bennünket a túlélésben, kitágulnak a pupillák, hogy jobban lássuk a veszélyt, ugye. A szív gyorsabban ver, és a vér a kezekbe és a lábakba irányul. Ugye elvonja a vért az agyból, hiszen nincs itt az ideje a gondolkodásnak, tervezésnek, hogy tudjunk menekülni vagy harcolni. Ugye azért irányul a vér a kezünkbe meg a lábunkba, hogy tudjunk menekülni vagy harcolni. Továbbá a légzés felszínes és szapora lesz, hogy több oxigén jusson ugye a vérbe. És mindennek az oka, hogy a szervezet veszélyt észlel, és biztosítani akarja ugye a túlélésünket. Tehát az átlagember az ébren töltött idejének a nagyon nagy részében ebben a túlélő üzemmódban van. Te is, a kollégád is, a párod is, a gyerekeid is, mindenki. Tehát ha körbenézel a világba, azért egy őrület a világ, mert mindenki ebben az állapotban van szinte egész nap. Tehát ezért érezzük, tehát ezt érezzük mondjuk a dugóban ülve, a munkából késésbe, amikor a gyerekkel veszekszünk, vagy a gyerekek veszekszenek egymással, amikor a kollégák felcsesznek valamivel, amikor a pároddal veszekszel, és még sorolhatnánk, amikor türelmetlenül vársz a sorodra valahol, amikor a postán állsz sorba. Nagyon jól tudod, milyen ez. Amikor stresszelsz, hogy na, mi lesz már, történjen már valami rossz az életed, hogy tudjuk, milyen érzés ez. És ezek a szituációk ugye valójában nem veszélyeztetik az életünket. Tehát fölöslegesen vagyunk túlélő üzemmódban a nap nagy részében. És mi ezzel a gond? Az, hogy egy élő szervezet, jobban mondva, sem képes húzamosabb ideig túlélő üzemmódban lenni, anélkül, hogy ne robbanna le. Szükségünk lenne ugye regenerálódásra, de ezt a szervezet nem kapja meg még alvás során sem, hiszen ugye az álmatlanság például, amikor nem tudunk este elaludni, éjszaka fölkelünk stresszelve, ez mind-mind ugyanannak az eredménye, hogy még az ébren töltött óráinkban is a menekülj vagy harcolj reflex szerint élünk, továbbra is túlélő üzemmódban vagyunk. Tehát ebből következnek a különböző mentális betegségek, testi betegségek, depresszió, rosszalvás, álmatlanság, fáradtság, szorongás, pánikroham, rák, ekcéma, és tulajdonképpen a betegségek 99%-át bele sorolhatjuk ebbe. Az, hogy ez hogy eredményezi, az most nem ennek a videónak a témája. Tehát emiatt vagyunk boldogtalanok. Röviden és tömören. Még egyszer, a rendszer olyan, mint egy villanykapcsoló. Tehát vagy a túlélő, vagy a regenerálódó üzemmód van bekapcsolva, a kettő együtt nem működik. Oké? Okay? Valamint ez a folyamatosan bekapcsolva lévő túlélő üzemmód a felelős azért is, hogy nem tudjuk manifesztálni a vágyainkat. Ugyanis, mint beszéltünk róla korábban, mindig azt vonzuk be, amilyen érzés van bennünk. Ugye ez érzés a lényeg. És te hiába próbálsz minden nap vizualizálni gazdagságot, szeretőtársat, egészséget, ha az érzelem, ami a szívedben van, az a félelem alapú, túlélés alapú. Addig nem fog menni, amíg nem tanulod meg kikapcsolni a menekülj vagy harcolj reflexet. És itt jön a képbe a szívkoherencia, ami nem más, mint a szív optimális működése. Tehát a koherencia, a koherens állapot azt jelenti, hogy optimálisan működik, amikor a szív és az agy közötti kommunikáció tiszta, tehát az a csatorna tiszta, és most gondolhatunk rá úgy, mint amikor tekergetjük a rádióvevőn azt a kis tekerőt, és a két állomás között ugye ilyen zaj van. De mondhatjuk ezt úgy, mint amikor a tévében ez a statikus szürke-fekete kép van.
bocsánat. Tehát amikor nem tiszta a csatorna. Ez az, amikor nem vagyunk koherens állapotban. A szívkoherencia pedig azt jelenti, hogy a kommunikáció az agy és a szív között optimálisan jól működik. Régebbi kutatások és a HeartMath kutatásai kimutatták, hogy a szívben pontosan olyan idegsejtek, neuronok vannak, mint az agyban. Azaz, a szívünk ugyanúgy egy agy, egy elme. Ez az elme az agytól függetlenül gondolkodik, amit mi emberek tudunk és ismerünk, nem véletlenül mondjuk, hogy mondjuk hallgass a szívedre. Amikor intuícióból cselekszünk, vagy hallgatunk az intuíciónkra, az az információ, az az agynak a gondolata. Tehát az az agy, nem, a szívnek. Tehát, hogy az intuíció ugye a szívnek a gondolata. Az egy másik agy, mondhatjuk így is, saját gondolatai vannak, saját maga, saját módjaival dolgozza fel az információt, de ugyanúgy működik kvázi, mint az agyunk. Nem teljesen, de most leegyszerűsítve beszélünk róla. Tudjuk, hogy más információt próbál közvetíteni sokszor, mint az agy, ugye, tehát tudjuk azt is, hogy az agy ugye a tudatalatti program alapján racionálisan dönt, hoz egy döntést arról, hogy mi lenne az ideális, és az nagyon sokszor nem a legjobb számunkra. Ezért vagyunk ott, hogy mindig visszatámadunk például, ezért kerülünk mindig ugyanolyan kapcsolatokba, ezért rúgnak mondjuk mindig ki a munkahelyünkről, mert az agyra hallgatunk, és nem a szívünkre, ugye. És itt most felejtsük el azt, hogy spiritualitás. Arra gondolok, hogy a szív ugyanúgy működik, mint az agy. Egy külön elme, és ő is levon következtetéseket az információkra, és tudjuk jól, hogyha a szívünkre hallgatunk, akkor mindig jól döntünk. Tehát, ezen kívül a szív elektromágneses mezője is jóval nagyobb, mint az agyé, amit ugye a magnetométerrel lehet mérni. A szkeptikusoknak mondanám továbbra is, hogy tudományos terepen járunk még mindig. Tehát az, amiről itt beszélünk, az, hogy hogy fog ez a dolog bejönni hozzánk, amit szeretnénk manifestálni, vagy egy gyógyulás, ez még mindig tudományos tényeken alapszik, arról, amiről én most beszélek, oké? Mi a lényege az elektromágneses mezőnek? Ezen keresztül kommunikálunk a minket körülvevő világgal. Lásd, amikor vizualizálsz és beleéled magad abba, amit szeretnél megteremteni. Vagy sportolóként fejben gyakorolsz a versenyre, vagy fejbe készülsz egy előadásra. Semmi különbség nincs a között, hogy egy elképzelt jövő irányába gyakorolsz mondjuk egy előadásra, egy sporteseményre, vagy arra, hogy kapsz egy előléptetést, vagy megkapsz egy munkát, vagy összejössz valakivel, semmi különbség nincs. Tehát ezt megint a szkeptikusoknak mondom, az égvilágon semmi különbség nincs, hogy te mibe éled bele magad, és mire készülsz fel agyban, nem varázslat, a manifestáció, oké? Tehát, amikor ott vagy, flowban vagy, jelen vagy, az az információ ezen az elektromágneses mezőn keresztül jut ki a világba, hogy onnan visszatérjen hozzánk. Gondolhatunk rá úgy is, mint ahogy a denevér kommunikál, ugye ultrahanggal, és ugye kellett volna hoznom egy innivalót. Na mindegy. Tehát a denevér ugye úgy kommunikál, hogy kiad egy hangot, ami lepattan, visszapattan a előtte lévő dolgokra, és ugye visszajön hozzá, és onnan tudja, hogy mi hol van. De gondolhatunk úgyis erre a dologra, mint amikor mondjuk egy tóba két követ belejtesz egymás mellé, és azok a kis karikák, amik körülöttük vannak, ez a hullám, egy idő után összeütköznek, és visszafordulnak. Tehát így működik ez az információ is, ami belőlünk kiárad. Kvantumfizika szerint hasonló történik a személyes információnkkal, oké? Ráadásul ez az információ megjelenik a többi ember elektromágneses mezőjébe, tehát hatással vagyunk másokra. Ezért van az, hogyha belép a terembe egy óriási szexuális kisugárzású ember, azonnal mindenki felkapja a fejét és megérzi, mert az információ hamarabb elér hozzánk, mint hogy mondjuk oda néztünk volna. De ugyanez igaz ugye a negatív emberekre is. Ha valaki nagyon negatív, azért húz le minket, mert érzékeljük az ő információját. És ugye ezért van az, hogy például a gyerekek is, vagy kollégák, vagy a párunk is átveszi a dolgainkat. Na, és akkor elérkeztünk oda, hogy milyen szerepet játszik ebben a szívkoherencia. Amikor koherens állapotba hozzuk a szívünket,
akkor az jelez az agynak, hogy ki lehet kapcsolni a menekülj vagy harcolj reflexet, itt az ideje a regenerálódásnak, nincs veszély. Akkor az agy jelez a szervezetnek, hogy ki lehet kapcsolni a kortizol-adrenalin termelést, le lehet lassítani a légzést, vissza lehet irányítani a vért az agyba, ugye lehet tisztán gondolkodni, a kognitív képességeink javulnak. Ezzel egyidejűleg különböző gyógyító folyamatok is indulnak be a testbe, amiről egy korábbi videóban beszélek, belinkelem majd azt is. Tehát ez ugyanaz a másik szívkoherenciás videó. Megnő a szív elektromágneses mezője, így amiről korábban beszéltünk, hogy a személyes információnk ezen keresztül jut ki a világba, sokkal erősebb lesz, sokkal nagyobb hatása lesz, és ahogy említettem, a többi ember átveszi a mi információnkat, azaz a szívkoherencia ragályos. Számos kutatás bizonyítja, többek között Joe Dispenza is csinált ilyen jellegű kutatást, hogyha egy teremben egy ember koherens állapotba hozza a saját szívét, a többi ember szíve is koherens állapotba kerül. És ugye ugyanezt a kütyüt használja Joe Dispenza is az előadásaim. Tehát ezeknek eredményeképpen, amikor koherens szívállapotban vagyunk, és minél tovább, minél gyakrabban, akkor annál egészségesebbek vagyunk, csökken a depressziónk, a félelem alapú gondolataink, a túlélés alapú gondolataink, a pánikrohamok száma, a szorongásos tünetek száma, javul az alvásunk, hiszen nem kell védekeznünk tovább éjjel sem a nem létező veszélyekkel szemben, javulnak az emberi kapcsolataink, akár szülőként a gyerekeinkkel, akár a párunkkal, kollégánkkal, főnökünkkel, és minél tovább vagyunk a koherens állapotban, annál hamarabb manifesztálódik bármi, amit kitűztünk célul. Tehát annál hamarabb élem el a kitüntetést, annál hamarabb indítom be a bizniszemet, annál hamarabb gyógyulok ki egy betegségből, stb. Tehát ez a kütyű segít bevezetni a szívkoherenciát a mindennapokba, segít számon tartani, figyelemmel követni, segít megtanulni. Ez a lehető legfantasztikusabb befektetés a saját életedbe, amit tudok javasolni, akár gyógyulni szeretnél egy betegségből, akár nyugodtabb, boldogabb életet szeretnél teremteni, akár óriási, ambiciózus vágyaidat szeretnéd valóra váltani. Tehát ez az eszköz az, amit tudok mondani, hogy biztos, hogy nem fogsz benne csalódni, és biztos eredményt fog neked hozni. Szeretném nektek megmutatni, hogy hogy működik, és szeretném, ha vele együtt is megtapasztalnátok, hogy milyen az a szívkoherencia. Mindenki tapasztalta már ezt az érzést, csak a legtöbbünknek random, véletlenszerű ez az élmény. Úgyhogy gondolj arra, amikor valami nagy siker ért, vagy büszkeség tölt el, vagy a gyerekünk születése, a kapcsolat elejé összebújások, ezek mind-mind olyan alkalmak, amiket mindenki ismer és tapasztalt, csak nem tudjátok magatoktól visszahozni ezt az érzést. Oké? Tehát most meg fogom mutatni. Remélem, hogy fog látszani a videóban. Na, szóval hívtak telefonon, és ezt most kivágtam. Na, tehát bekapcsoljuk ezt a kütyüt, és akkor föl lehet csiptetni a ruhára. Maga az app, remélem, hogy fog látszódni a videóba, így néz ki, amikor megnyitod. Elindítjuk. Tehát a füledre kell tenni, fülcimpára, és ott fogja mérni a szívritmust. És akkor az elején be lehet állítani, hogy milyen a hangulatod, mondjuk content. És így néz ki a dolog. Van a közepén egy ilyen kis virágocska, vagy mandala, ami az a légzést segíti lelassítani. Lehet állítani rajta, nekem ez alapvetően 4 másodperces, ez teljesen jó. És nagyon sokat segít, például a meditációba is, még egyelőre csekkolja. Most piros, az azt jelenti, hogy nem vagyok koherens állapotban. Tehát, bocsánat, az a lényeg, hogy elkezded követni a légzéseddel ezt a kis virágocskát, és semmi más nem kell csinálnod. Semmi más nem csinálsz, nézed ezt a kis virágot, és követed a légzéseddel. Oké? Próbáljuk meg most. Látod, most már ott volt egy kis rész, amikor kék, az azt jelenti, hogy koherensbe, tehát az már a közepes koherencia,
amikor zöld, akkor lesz magas koherencia. Oké? És most, ha van kedvetek, akkor csináljátok velem. Tehát arra kérlek, hogy csukd be a szemed, tedd a bal kezedet a szívedre, és csak kezdj el lassan kibelélegezni. Mondjuk 4 másodperc, vagy 5 másodperc befelé, 4-5 másodperc kifelé. És egy ideig csak folytasd ezt a légzést. Jó. Tehát amikor odafigyelek rá, amikor a szívemre figyelek, amikor lelassítom a légzésemet, akkor kék, azaz koherens állapotban vagyok. Most zöld lett. Tehát ez a cél, ez lenne a cél. A kék és a zöld. Remélem, hogy látszik majd. Ha esetleg nem látszik a videóban, akkor inkább csinálok screenshotot, és majd bevágom úgy a videóba. Ahogy látjátok, semmi más nem kell csinálni. Lelassítod a légzésedet, és a szívedre figyelsz. Ennyi. És ahogy telik az idő, és itt vagy vele, és mutatni fogja, hogy full koherens állapotban vagyok. Ami azt jelenti, hogy marha jól érzem magam, optimálisan működik a szervezetem, nem kalapál a szívem, nincsenek negatív gondolataim, tök boldog vagyok. Ez a lényeg. Most már nem, azt mondja. Na jó. Van neki egy csomó más képernyője. Most ki fogom kapcsolni. Bejelölöm, hogy happy vagyok. Elvesztettem a fonalat. Na, tehát azt szerettem volna még mondani, hogy a magyar forgalmazónak a honlapján gyönyörűen fönn van egyébként, hogy hogy működik az app, hogy mit kell csinálni vele, a beállítások, mert maga az app az angolul van, de ezen a magyar forgalmazónak a honlapján fönt van egy csomó videó magyarul. Mármint, hogy az eredeti HeartMath videók vannak fönt magyar felirattal, tehát mindent, ha nem számít, hogy nem beszélsz mondjuk angolul, mindent meg lehet oldani benne ennek segítségével, de egyébként meg végtelenül egyszerű mondom, ez az egy képernyő van, ami számít egyébként, ez az első. És nagyon jó például annak, aki szeretne megtanulni meditálni, de nem megy. Tehát az, hogy ott van az a kis mandala, követed a légzéseddel, figyelsz rá, odafokszálsz. Ennél semmi nem fogja könnyebben megtanítani neked a meditációt, mint ez. Fantasztikusan gyorsan működik, és ugye az, ahogy látod azt, hogy a szíved elkezd koherens állapotba kerülni, az megerősít, visszaerősít neked, egy visszajelzés ugye arról, hogy jól csinálod. És ez a legfontosabb. Tehát innentől kezdve az ember ezzel indítja a napját, ezzel végzed a napot, ugye, elalvás előtt, és akkor ott vagy, hogy nem tudsz tévedni. Tehát innentől kezdve 100%-ban tudod, hogy jó úton jársz. Nincs több találgatás, nincs több kételj, hogy most mikor lesz már eredmény, mikor nem lesz eredmény. Innentől kezdve a te kezedben van a dolog. Tehát én például azt vettem észre, hogy például, ha használom ezt, koherens állapotban vagyok, és úgy játszok videójátékkal, mondjuk a Fable 3-mal, vagy Assassin's Creed-del, annyival jobban megy, mert ugye, amit mondtam, ha koherens állapotban vagy, akkor a vér ott van az agyban, nem a kezekben, lábakban.
Tehát nem idegből, stresszből játszik az ember, hanem a kognitív funkciók sokkal jobban működnek, tehát onnantól kezdve ugye sokkal könnyebben megy mondjuk a játék is. De lehet használni mosogatás közben, főzés közben, munka közben, bármikor, tényleg bármikor. Óriási különbség az, hogy hogy funkcionálsz a napodban, ha koherens vagy nem koherens állapotban vagy, oké? Valami még eszembe volt, amit mindenképp akartam mondani, nem tudom, mi volt ez, de mindegy. Térjünk vissza. Mivel én ezt a terméket promotálom, így nektek, az én nézőimnek 5000 forinttal olcsóbban elérhető ez a szívkoherencia mérő, arra kérlek titeket, hogy befektetésként gondoljatok rá. A legfontosabb dolog, amire a pénzünket költhetjük, az a saját fejlődésünk és a saját gyógyulásunk. Nekem ez, tehát én ugye ezt a szívkoherenciát most már nagyon régóta alkalmazom, de én marhára élvezem azt, hogy látom. Tehát az, hogy visszajelzést kapok arra, hogy igen, koherens állapotban vagyok, igen, tök jól megy. És az a lényeg, hogy ebbe fektessünk bele. Tehát azt a tudást például, amit itt tőlem kaptok, az, ami mind az én fejemben van, az úgy nagyjából egy 10 000 dolláros befektetés az évek során az én részemről. Forintban az mondjuk ilyen 3 millió forint. Amit én költöttem arra, hogy tanuljak, hogy fejlesszem magam, hogy coachom legyen, stb. Tehát ezt költhettem volna új iPhone-ra évente, nyaralásra, wellness hétvégére, új tévére, vagy bármire, amire a legjobb tudomásom szerint, ismerősöktől halván, a magyarok szeretnek költeni. És milyen jó, hogy nem tettem, mert akkor most nem lennék itt, hogy tanítsalak titeket, ugyebár. Szóval, a videó leírásában megtaláljátok a linket a termékhez. Ez egy gyönyörű, igényes magyar oldal. Megtaláljátok rajta az eredeti HeartMath videókat, magyar felirattal, mint mondtam, segítséget az app működéséhez, ahogy mondtam, magát a szívkoherencia mérőt, HeartMath tanfolyamokat, hogy megtanuld a szívkoherenciát, ha esetleg nem elég az, amit tőlem tanulsz, vagy az abból tanulsz, és még sok egyéb információt. Tényleg gyönyörűen meg van csinálva a honlap. Magyar viszonylathoz képest el voltam tőle ájulva. És a kuponkód pedig, amivel a kedvezményt beválthatjátok, nem más, mint az én nevem, Prepok Zsuzsi, és kisbetűkkel egyben. De ezt is beteszem a videó leírásában. És még egyszer megmutatom a könyvet is hozzá. Tehát az a cím, hogy a szív intelligenciája, tudományos könyv a Bioenergetic kiadó honlapján, ezt is be fogom linkelni. Ha esetleg szeretnétek ugye többet megtudni magáról a szívkoherenciáról, kísérletekről, vele kapcsolatban, stb. Tehát nagyon szép grafikonok vannak benne, remélem így hívják őket magyarul. Benne van az összes referencia, kutatási eredményekről, stb. Tehát tényleg egy tudományos cucc. És zárszóként, hogy mondják? Tehát végszóként azt mondanám, hogy ez a cucc, ez fantasztikus. Tehát azért, mert ha ezt minden nap használod, tehát ezzel most megint ugyanaz a helyzet, mint minden mással, ugye, hogy ha megveszed, és egy hét után a sarokba dobod, akkor nyilván nem hoz eredményt. De ha minden nap használod, akkor figyelemmel tudod követni azt, hogy változik a koherencia képességed, és hogy változik az életed. Tehát dokumentálva lesz az, amiről én itt most beszélek. Oké? Okay? Jó. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!